Újabb edzőmérkőzés játszott Dunaszerdahelyen a MOL Akadémián az Eto FC Győr. A csapat ellenfele ezúttal az osztrák másodosztályú FAC volt, a bécséket láthatjuk kékben. Antonio Muñoz, a pap, Buna szépe keresztes, csontos, Anton Tuboy, Bumba, Hamed Huszár, Laca 11-nek szavazott bizalmat, akik tetszetősen játszottak, és már az 5. percben kialakították az első helyzetet. Csontos adta középre a labdát, ott ugyan Laca lemaradt róla, Bumba viszont megkapta lövésre, az első lövését blokkolták, a második pedig úgy jutott el a kapuig, hogy szöglet következett ezután. A szögletet a napokban igazolt Anton ívelte középre, a rövid saroknál keresztes érkezett, és a mai nap csapatkapitánya a hálóba bólintotta a labdát, így aztán hamar megszerezte a vezetést az Eto. Az előny azonban a 12. percben elfogyott. Krön kapott egy remek indítást, kilépett a két belső védő között, és eltolta a labdát a kifutó pap mellett, így az első negyed órában már mind a két csapat betalált. Az Eto próbálta többször is letámadni az ellenfelét, és amikor ez sikerrel járt, akkor mindig volt helyzet, itt éppen Laca Alex próbálkozik, de nem jól találta el a labdát. Aztán egy szép összjáték a jobb oldalon, Buna beadása után Huszár visszateszi a labdát lövésre, Laca lövése a kapus kezében landol. Bumba remekül mozgatta a társakat, ezúttal Hamedot ugratja ki. A frissen igazolt szélső megnézi, hogy kiérkezik középütt, Bumba azonban nem jól találja a labdát. A második félidő rögtön egy Eto góllal indul, rosszul teszik hátra a labdát az osztrákok, és lecsap rá Huszár Marcel, és ellövi a kapus feje fölött a hálóba. A 62. percben Antonio Muñoz kicseréli a teljes csapatát, Ruiz, Vera, Kovács, Szújó, Tamás, Wingler, Tóth, Kis, Csóka, Olejnyik és Mitring lép pályára, de aztán Moharos, Leo és Krivokapics is lehetőséghez jutott, és nem sokkal ezután, pár perccel később jön a mérkőzés utolsó gólja, Ruiz kirúgása után Stanislav Olejnyik lép ki, és higgadtan a hálóba lövi a labdát. A végén volt még egy helyzet, de az eredmény már nem változott. Egy hosszú indítás után a bal oldalon bontakozott ki egy akció. Tamás Kornél visszatett labdáját Csóka lövi fölé. Az Eto így végkézben tartotta a mérkőzést, és maga biztosan legyőzte az osztrák másodosztályú FAC csapatát.